GMGM, GM, üdvözlök mindenkit a Check It Out mai videójában, és ebben a videóban pár érdekes dologról fogunk beszélni, többek között a Trumpnak az nft éről hiszen sokan kérdeztétek, hogy ez scam, vagy nem scam, erről fogunk mindenféleképpen beszélni. A Lacoste-nak az adventi nyereményjátékáról röviden, és még érdekességképpen a Tezosos NFT-kről, pontosabban a művészi NFT-kről is fogok egy kis kitekintést tenni ebben a videóban. Ha érdekel, Mindenféleképpen tartsál velem! Még mielőtt viszont belekezdünk a témákba, még megemlíteném, hogy az Affiliate Dream NFT még mintelhető, és 24-én lesz egy screenshot a tárcákról, hogy hány darab van a tárcátokba, sőt, egyébként létrejött már egy burning oldal is, ami érdekesség a holderek között, hogy négy darab NFT elégetésével tudtok klémelni egy NFT-t, aminek a nevét majd elárulom nektek bővebben, és hogy pontosan mik is a tervek ezzel legyen a meglepetés része. Egyébként ez már az open látható, Hogyha a hivatalos kollekciót itt megnézitek, látszik, hogy a Journey in My Imagination NFT már elérhető ezen belül. Ennek a részletes videója az Affilion Dreamer holderek között már a zárt csoportban megnézhető. Egyébként, hogyha a sorsoláson részt szeretnél venni, akkor, hogyha egy ilyen NFT-d van, akkor ötször kerülsz fel ezzel a sorsoló kerékre. Ha viszont az Affilion NFT-d van akkor darabonként egyszer kerülsz fel. Tehát, ha van három, akkor háromszor leszel fönn, ahol egy Adidas-NFT-t nyerhetsz. De nem a nyereményjáték játék a legfőbb célja ennek az egész projektnek, hanem maga az, hogy a Manifold platformját bemutassam nektek, hogy hogyan tudtok létrehozni egy mintelhető NFT kollekciót. Erről készült már egy órás videó, step by step, ezt meg tudjátok nézni, ha birtokoltok egy ilyen Affilion Dream NFT-t, és most föltettem azt is, hogy a Burning Page-et, tehát az égetős oldalt step by step hogyan tudjátok létrehozni, tehát ha érdekel a link a leírásba, hogy hol tudtok mintelni egy ilyen Affilion Dream NFT-t, amivel hozzáfértek itt Discordon, ahhoz a szobához Hoz, amit itt láthattok baloldalt, NFT hitelesítés, Collab Join, itt összekötétek a tárcátokat, amiben van az NFT, és innentől kezdve az Affilio Dreamer szobát már látni fogjátok. Aztán, ha itt vagyunk még a Discordon, akkor itt megosztottam veletek, ugye, hogy kisorsoltak a nyeremény játékán a lakosnak, itt látszik, hogy ugye arany, szilver és bronz kategóriában napi 5 ember sorsolnak ki, ugye kategórián belül, és december 25-én fogjuk majd meglátni pontosan, hogy mit kapunk. Ehhez pedig ugye föl kell menni a hivatalos oldaljukra, amiről már készült egy videó, itt meg tudjátok nézni, és egyszerűen minden nap megcsináljátok hogy belogoltok ide, hogyha birtokoltok lakoszt NFT-t, és elmentek itt a szoba végéhez, ide az I betűhöz, itt egyszerűen beléptek, hogyha össze van kötve a tárcátok, és erre a kis ládára rá és megadjátok a Discord neveteket, így tudtok majd részt venni minden nap a sorsoláson. Az, hogy pontosan mi van a nyereményben, azt mondtam 25-ként derül ki, és legalább egy ilyen Underwater Lacoste Genesis pass birtokolnatok kell, hogy részt tudjatok venni ebben a sorsoláson. Egyébként a linkjét beteszem ide és a leírásba, de ha több infó kell, akkor azt a videót nézzétek meg róla, amit készítettem. Aztán ami érdekes lehet, a Tezos hálózatán a művészi NFT-knek a Pörgése forgása egyre nagyobb vizet zavar föl a tengeren, az NFT tengeren. És látjátok, hogy itt is egyfolytában érkeznek a művészeti NFT projektek, amiket mintelni lehet, ugye Tezos ér, körülbelül jegyz egy Tezos, az egy dollárt ér, és itt ha megnézitek, itt vannak olyan kollekciók, amiket pontosan lehet mintelni, és itt vannak free mint projektek is, amiről megosztottam veletek egyet pár napja itt a Discordon, és látjátok, hogy ez nekem még mindig megvan, ez a Poem of Atoms, és ezt az NFT-t teljesen free mintel tudtam mintelni a Tezos hálózatán. Egyébként rengeteg dolog és rengeteg új projekt érkezik a Tezos hálózatán, amit szinte már nem is tudnék követni, ha nem lenne egy remek csapatom, akik segítségével rengeteg projekthez el tudok jutni, és rengeteg információt kapok, és így gondoltunk arra is, hogy ezt veletek is meg lehetne osztani, hogy egy hamarosan bővebb információt meg fogok osztani veletek erről, mert valami készül már nektek, ami lényegében nem egy tipposztogatós dolog lesz, hanem információ megosztása, hiszen rengeteg időt elvesz, és sokszor nincs időm saját magamnak se arra, hogy mindennek tényleg utána járjak, és ezért jó csapatban dolgozni, hiszen az információkat magunk között és majd veletek is meg fogjuk osztani egy külön platformon, teljesen függetlenül ettől a csatornától, de erről majd később beszélünk. Egyébként, hogyha érdekelt titeket még ez a Tezos hálózata, szívesen beszélek veletek erről, hiszen én is most kezdtem jobban belásni magamat a Tezos hálózatán futó művészi NFT projektekről, ehhez pedig ugye ezt az fxhash.xyz-et használom, és hogyha ide följöttök, akkor látjátok, hogy egyébként nagyon jó kis projektek vannak rajta, úgyhogy tekertek lejjebb, itt folyamatosan érkeznek ugye az új projektek, ugyanúgy néz ki, mint az OpenSea, és ehhez nem kell más, mint egy temple tárca, vagy amit ti szeretnétek használni, ami ránézésre teljesen úgy néz ki, mint egy metamask, még hogyha meg is nyitjuk, akkor látjuk is, hogy ez hogyan néz ki, kb. mint egy metamask, semmi különbség, csak a design és a felhasználhatóság. És a következő dolog, amiről szeretnék veletek beszélni, az nem más, mint a Trump Digital Trading Cards, ami most érkezett decemberbe, egy 45 ezer darabos kollekcióról beszélünk, ami a Polygon hálózatán érkezett, és látjátok, hogy jelenleg a flora videó felvételekor 0,27, de ez volt 0,8 közel 1 eter is, és egy barátom azért elég jól profitált belőle. Szerencsére ezt így a csoporton belül mi meg tudtuk beszélni. Lehetett ugye mintelni, lehetett azóta ugye kereskedni, és hogy mai napig lehet ezt kereskedni, de erről nagyon sokan kérdezhetek, hogy scam vagy nem szkem, és inkább megkérdezem két barátomat, hogy ők mit gondolnak erről. Az egyikük kevésbé érdeklődik az NFT-k iránt, a másikuk pedig egy fanatikus. Szóval itt is van Lassika és Kriptomukus Krisztián. Uh, tehát nektek mi a véleményetek erről a Trump NFT-ről? Mit kell erről tudni? Ponzi! <laughs> Magus figyelj, alapvetően nekem eléggé furcsa volt ez az egész NFT-s sztori, hogy most Donald Trump NFT-i. Jó, oké, és persze Melani Trumpnak is, ha jól emlékszem, volt, volt NFT kollekciója, tehát így azért nem volt annyira elvetendő dolog. De úgy furcsa volt nekem, hogy former US President, és akkor oké, én vagyok a kedvencetek Donald Trump, Közvet csesztetem ezt az USB-t, és hogy ez honnan jött neki, tehát hogy a medvepiac kellős közepén. Jó, mindegy. Elkezdtem így utána nézni a dolgoknak, hogy akkor ez most hogy is van. Fölmentem a weboldalra, és például az Instagram oldaluk már nem található. Akkor ö, megnéztem a Twitter fiókot is, hogy hogy van ö, pontosan ez a Real Donald Trump ö, oldalra viszát, viszont a, erre a Collect Donald Trump NFT, vagy ö, Collect Trump NFT oldalon, kép, hogy ö, sold out in hours, we made history, és a többi, és hogy Donald ö, J. Trump kirakta ezt. De én meg megnéztem ugye a Twitteren, hogy Donald Trump 2021. januárja óta, mióta, mióta letiltották, nem rakott ki semmit a Twitterén. Tehát nekem ez így picit így furcsa. Meg jött még egy olyan eset is, hogy különböző képek, amik meg lettek szerkesztve, ugye rá lett szerkesztve Donald Trumpnak az arca, hogy azok nem licenszelt, Shutterstock meg Amazonos képek. Tehát, hogy lehetséges, hogy ezért még ilyen fel is jelenthetik őt. Tehát, hogy nekem ez egy kicsit furcsa ez az egész sztori. Krisztián, akkor hát kezdjük ott, hogy amit mondasz, az úgy, Félig igaz, tehát azért nem találtad a Trumpot, mert őt ugye 2021-ben kitiltották, és ö, most, amikor az Elon Musk átvette ugye a Twittert, akkor ö, föloldotta Trumpnak a, a blokkolását, viszont ő nem jött vissza, mert ő ugye 2021-ben csinált egy saját ilyen social media platformot, ez a Truth Social, uh -huh. és ő ott osztotta meg. Tehát azért nem ah. találod a Twitteren, mert ő ott osztotta meg. Ö, én valahogy az én országomból nem tudtam rá kapcsolódni. Nem tudom, hogy ott hány követője van, de ott, ott tolja ugye a saját dolgait. És egy nappal előtte kiírta, hogy várjatok, holnap fogok valami nagy bejelentéssel jönni. Oh, és, már mindenki, <laughs> és már mindenki fel volt csigázva, hogy tehát már bejelentette, hogy indulni fog megint elnökválasztásokon, akkor most mit fog bejelenteni? és erre kidobta ezt. Amikor kijött, én is azt hittem, hogy scam, tehát azt hittem jó valaki, ugye pont, pont most ez a, ez, a, ez a, trend, hogy AI, meg ilyenek, és meg is osztottam egy olyan videót, hogy már nem tudod, valaki beszél, mint ha mondjuk én itt beszélek, és közben meg AI-jal át, átprogramozzák, hogy én vagyok a Morgan Freeman, és olyan, mintha Morgan Freeman beszélne. Így van. Gondoltam, jó, hát a videót is megnézed a Trumpnak a promo videóját, azt mondod, hogy ez nem igaz, tehát ez nem ez biztos, hogy nem ő. És a utána jártam, és mindenki osztotta ezerrel, mondom, hát akkor csak utána nézek, és tényleg ő osztotta meg, felhájpolta, többször is uh, írt róla, és, uh, és ugye poligonon is volt, az is gyanús volt, meg, meg hogy. Uh, nem is volt olyan szakasz, ugye NFT-ben azt szokták, hogy majd jövök valamikor két hét múlva, négy hét múlva, white list, list stb., hanem ő egyből kijött, és itt az oldal, és, és lehet venni 100 dollár. És akkor ez nekem is ilyen gyanús volt, és 12 óra alatt fogyott el a 45 ezer darab. Most nagyon sok sokat lehet erről beszélni tetszik-e, nem tetszik, nekem majd lesz egy külön videóm róla. Azt tudni kell, hogy az nft az nem más, mint egy digitális eszköz, ami bizonyítja, hogy a tied. Most, hogy ez az eszköz micsoda, hogy művészet, vagy hogy valami játék, tehát játék karakter, egy Fortnite karakter, vagy egy játékpuska, vagy valami digitális gyűjtőkártya, ami ebben az esetben ez az. Tehát az NFT-nek sokfajta formája van, és most jelenleg olyan, olyan korán vagyunk így az NFT piacban, hogy minden, ami NFT, akkor így felkapjuk a fejünket, és megtradelik, hype, de, de nem is nagyon tudja az ember, hogy hogy végül is mi áll mögötte. És Trump, tehát hogy skeme vagy nem, nem skem. Azért nem szkem, mert ö, tényleg úgy néz ki, hogy ő áll mögötte. Ő nem ö, adott ki valami rossz infót, nem húzott le. Például a Melania Trump az egy kicsit más volt, mert ott száz százalék volt a royalty. Képzeld el, eladod az NFT-det, és az összes pénz a melania megy. És nem emlékszem, hogy hogy néznek ki. szolánán volt, ö, tehát az, az nagyon felejtős. Itt viszont adott utility t neki, itt azt mondta, hogy ennyi és annyi zoomkolt ki fog ő sorsolni, ennyi és annyi vacsorát ki fog sorsolni vele, és el lehet menni golfozni. Tehát adott utility az NFT-nek. És ő nem, nem mondott semmit, hogy ezzel az NFT-vel majd te ezt fogod, vagy azt fogod. 100 dollár volt. Most azt viszont szeparáljuk el, hogy ezért most érdemesebb venni, vagy nem. Viszont azt azt kicsit így ö, háttérbe gondoljuk át, hogy egy Trump-nagyságú ember, egy volt elnök kijön egy ilyesmivel. Tehát, ha mondjuk ö, a Paninin keresztül kijön olyannal, hogy figyelj, itt vannak a Trump kártyák, lehet gyűjtögetni, az egész világon szétszórja, és te mondjuk 45 ezer darab helyett mondjuk 450 ezer darab van, és te 10 dollárért meg tudod venni. Lesznek emberek, akik megveszik? Biztos. Most az, hogy digitálisan ez egy nap alatt, 12 óra alatt, 45 ezret digitálisan 100 dollárért elad, ez csak a technológia, öm, hogy mondjam, ezt bizonyítja, hogy hogy már hol tart a technológia. Amúgy azt hozzáteszem, hogy Trump egy vagy két évvel ezelőtt ö, twittelte még annó hogy a kriptó meg minden ilyen az, a scam, és most ő jön ki egy saját NFT kollekcióval. <kül> Azt nem szabad elfelejteni, hogy, hogy, Trump egy marketing zseni. Tehát ő mindig is az volt, és, és ez is nagyon mutatja, hogy tehát volt különböző rarity. Nézzük meg a, a, a videóját, nézzük meg, a, ahogy tényleg, hogy néznek ki a karakterek. Nagyon trampos, nagyon mémes, tehát nagyon beletalált. Beletalált abba is, az NFT um, körbe, tehát feleszippantott, föl, föl, valószínűleg nem ő biztos voltak segítői, de nagyon ráérzett, hogy most ezt ezt érdemes uh, belevágni. E És akkor mondom, szedjük szét, hogy érdemes-e megvenni, akarod-e, nem, száz dollár sok-e vagy nem. Um, gondoljunk bele, hogyha mondjuk két év múlva elnökválasztások vannak, és van 45 ezer darab NFT, ami most a többi kollekcióhoz képest sok, de tegyük föl, van 100 millió, 200 millió követője, és 40 000, 45 ezer darab NFT van. Úgyhogy az, első, az a első kollekciók mindig a legértékesebbek, és ha már van, akkor két év múlva visszatekintünk, és ez volt az első kollekciója, akkor lehet, hogy lesz valami gyűjtőértéke ennek. Ez volt az a pont, ahol, ahol Trump így belépett az NFT világba, és é. lényegében, ami szerintem nagyon pozitívum, és úgy független attól, hogy ki mennyire szereti Trumpot, az előéletét, és hogy az elnök választása mennyire fontos valakinek, valakinek nem. A lényeg az, hogy nagyon sok amerikai állampolgárhoz, meg egyébként így worldwide mindenki ez, azért azt a szót, ezt a három betűt, hogy NFT, non-fungible token eljutatta, ezáltal adott egy hype ennek az egésznek, független az ő kollekciójától, és ugye azért mindenképpen a titeket, kettőtök megkérdezni így, mert nagyon sok ember keresett meg engem azzal, hogy Zoli, szerinted ez a Trump scam, És a legfőbb kulcs az egészben az az, amit sokan nem tudnak, és sok országból nem elérhető, és én is szerettem volna annól regisztrálni a Trumpnak a saját social media platformjára, és egyszerűen az, hogy a Twitter az jelenleg szerintem az egyik legnagyobb social media platform, főleg az NFT-k terén, és ahogyan te is említetted, Trump visszakapta a profilját, de nem használja. És ez azért is van, mert van egy saját platformja, nyilván, ahol ezt megosztotta, és az első reakció, ami nekem is az volt, hogy hát ez hol a Twitter, igen, nem is ő osztotta meg. Ugyanezt gondoltam én is, és Laszika is, és még millió egy ember, és ezért fontos szerintem ezt itt tisztába tenni mindenkivel, hogy lényegében a megosztási platform az nem a Twitter, hanem egy másik social media platform, ami a saját platformja a Trumpnak. Az, hogy egy fél nap alatt elkelt 45 ezer darab egy ilyen kép, és ugye itt bele lehet hozni ezt, a, amit lasszikai is mondott, hogy mennyire jogvédet és mennyire nem jogvédet maga a fénykép, ez ugye ez egy olyan dolog volt, amiről lehetne még vitatkozni, viszont Viszont az, hogy mely, mekkora szerepe volt az NFT világban, szerintem ennek a belépésnek, és hogy mennyire aláfagyott most egyébként, mert azért az első pár napban azért az Open színek a trending topjába benne volt a Trump NFT, most nem is találod meg, az aktuális napi trendingbe. És ezek után nem tudom, mi a erről az egészről, tehát az az ára, amit most fölvett, tehát volt közel 0,8 eter, és a kiindulási árához képest az egy rohadt nagy x volt, és még mindig 0,3, és között mozog. Engem azt hátráltatott, hogy a poligon hálózatán van, ugye? Mert én egyébként nem nagyon mozgok a poligon hálózatán, és azt tudni kell a poligonról, hogy szerintem egy nagy fertő, nem tudom titeket, a téged, így, hogy külsősként Trump, NFT, minden mennyire mozgatott meg, hogy egy hogy -e egyet? Tehát nagyon sok embert egyébként nem mozgatott meg, sőt, nagyon sok ember undorral töltötte el, hogy egy ilyen vacak kijön. Szóval ez így nagyon megoszló. Alapvetően engem az meglepet, hogy van ilyen, hogy retruth, ami igazából, <laughs> ahogy így most megnéztem, egy Twitter kopi. <laughs> Tehát... Euh... Rosszul mondtam akkor viszont ezt jó, hogy mondtátok, nem is hallottam még erről. Alapvetően annak mindig örülök, hogyha a technológia az terjeszkedik így a világba, de úgy őszintén szóvá engem nagyon nem mozgatott meg. Egy jót nevettem rajta, hogy ez a tipikus trámpos ilyen kinézet volt, de nagyjából ennyi. Tehát engem annyira nem mozgatott meg ez a témakör de ez a szép benne, tehát nem kell, hogy mindenkinek tetszen, nem kell, hogy... Tehát nagyon sok nft is volt, sőt a legtöbb azt mondta, hogy úristen, nem, tényleg ez a mély pont, hogy nagyon sok nft öm, is a Trumpot így most izélte, hogy fikázta, hogy Jézusom, így sincs az NFT-knek olyan jó hírnevük, most akkor jött még Trump is, és rátett egy lapáttal az ilyen képekkel, meg stb., de Szerintem ennek is van helye. Ahogy mondtam, az, az NFT ez nem az, hogy oké, okay, azért már most NFT, akkor most venni kell, hanem, hanem az NFT a technológia, és azon belül vannak dolgok, amik tetszenek, vannak dolgok, amik nem tetszenek. És, és szerintem nagyon sok amerikai Trump fan van, aki 100 dollárért simán akarna egy ilyet, holott azt se tudja, hogy mi az az NFT, de, de, mert Trumptól van, ő neki az kell, mert ő meg szeretné mutatni, hogy ő Trump hívő, és, és ezt látja akkor az egész világ is. És ö, a mintelési ö, procedúra amúgy nagyon bonyolult volt, állítólag, ugye lehetett hitelkártyával fizetni, ez, ez tök jó, viszont állítólag olyan KYC volt, hogy az egész fejedet így le kellett szkennelni, és ö, ami, amit ö, Zoli mondott, az nagyon, érdekes és elgondolkodható, hogy még ő se, tehát a Zoli is, aki, aki, mozog így az NFT világába, poligon hálózatra átmenni, étert venni, váltogatni, stb. Tehát is gondoljatok bele, aki most először mintelt, vagy vett egy ilyen NFT-t, az hogy fogja eladni? Sehogy. Tehát hiába 45 ezer a supply, um, szerintem több, mint a kétharmada harmada. Um, nem adja el, vagy nem tudja, hogy hogy kell eladni. És, és akkor ezért egy is egy piacirést, rést, csinálsz erről angolul egy videót, hogy hogyan kell eladni a Trump NFT-det. <laughs> <laughs> Igen, és, és nagyon sok ilyen geg is van most Twitteren, hogy <kül> Mégis has, hasznos a, a kis taknyos fiad, aki kriptókkal foglalkozik, hogy te, gyere már ide, hogy kell eladni. Tehát um, Szerintem nagyon sokan, ugyanúgy, mint a Redditnél is, ugye kaptak egy ingyen NFT-t, ami most hirtelen több száz dollárt ér, uh -huh. uh, nem tudják, hogy hogy kell. Viszont uh, most ez a lehetőség... Uh, Rákényszeríti arra, hogy foglalkozzanak vele, hogy mi az a Metamask tárca, mi az a hálózat, és, és ha már itt vannak, akkor azt mondják, hogy oké, okay, akkor mi van még? Tehát ebből a szempontból szerintem nagyon hasznos uh, volt ez a Trump NFT. Ó, pont ezért érdekes szerintem az egész, hogy így nyitott az egész uh, NFT tér, és ezért szerettem a titeket is megkérdezni két különböző embert, mert Lassika, aki annyira nem mozog az NFT világban, ő azért volt nagyon fontos vélemény szempontjából, mert látod azt is, hogy a külső emberek, akik, akik így most találkoznak először ezzel, hogy van egy ilyen, hogy NFT, van ilyen, hogy megveszed, nem Nyilván laszik, aki nem elsőként látja az NFT-ket, azért van már rálátása, de fontos volt ezt az egészet úgy megnézni, hogy egy olyan ember szemszögéből, aki, aki még viszonylag új az NFT világba, hogyan látta ezt az egész Trumpos NFT-t is, például Mókus, aki minden nap ebbe pörög, ő hogyan látta, meg mondjuk én, aki nem akart ezzel szenvedni, hogy a polygonra átjutassa az NFT-t, az ethereum a, a KIC-t megcsinálja, tehát mennyire volt ez bonyolult, hogy ez scam vagy nem scam, most szerintem erre választ kaptatok, és köszi is rászok, hogy ezt gyors így meg tudtam tőletek kérdezni. Köszönöm. Sziasztok! Szépen. Sziasztok! Sziasztok! Szóval remélem ez a kérdés, hogy szkeme vagy nem szkem, így mindenkinek tiszta volt. Ha még van egyéb kérdésetek, tegyétek fel a videó leírásában, ez bátran. Gyertek fel a teljesen ingyenes Discord csoportunkra, kövessetek minket itt Youtube-on, és esetleg TikTok-on is, ha még nem vagytok fenn, Minden linket megtaláltok a videó leírásában, ami elmítése került, és remélem találkozunk hamarosan egy következő videóban. Addig is, ciao. A hullám vasút sikít, a BTC esik, az altoknak fasírt, már minden longpozi besírt, csak a DCA, bro ami hasít. Közes is tele a terem, a bányagépeken meg az terem, a gyereket ebből letetem, a fiat valutát kriptoáig Azok is azt látják most, hogy Trump... jött <laughs> <laughs> a lánya. Gyere ide. Tobi is megjött. <laughs> Hanem a fölött van és azon fasz meg. Hát, egy kicsit. Ja, de minuti. És jöttek javítani a izét. Várjátok. Szóval, itt vagytok? Szóval a nyilván van már állátása. Úrva kutya, bele, bazd meg! Hát befosok, geci.